Szia, Léci Becs! Hello. Látni a képen, te lenni pekete csaj vagy fehér lenni mostan? Szerintem, miért? Te lenni most pekete? Oh, wow, wow. Yes. Ahol imádni teste. Arab vagyok, neked ez lenni baj? Nem. Te nagyon jó becsész magyarul, te itt nőttél fel? Igen. Au, au, au! Figyelj, Léci Becs! Nagyon, megmondom őcsintén nekem minden bágyom, hogy igazi pekete csajjal nomacsom neki, igazi ilyen... olyan litkák, mint a fejél holló, de te olyan pekete hacsú vagy, úgy cseletlen. Oh, fucking, és mennyi bálasz egy óra, te kicsi peketém? Hát hozzád, vagy hozzám? Hozzád? Hozzám? Igen. Igen, mondom 20 000 forint. Au, au, figyelj, Léci Becs. És azt meg lehetne csinálni, hogy a pehér csaj nekem nem kell? Meg lehet, 20 000. Az nekem baj, hogy én immigráns vagyok? Tehát Magyarországon vagyok, de én nekem van nyugodtan, megnyugodhat. Nekem van sok pénzem, csak az a baj, Magyarországon vagyok most. És sokan azt mondják nekem, hogy immigráns geszi. De nem vagyok immigráns. Szóval te ne hidd azt, hogy én immigráns vagyok, oké? Okay? Megbeszéltük? Nem. Oké. Okay. Ugye nem hallaszom meg, hogyha pici fulán beszélek hozzád? Nem. Amúgy azt szeretném, hogy amúgy el lehet beszélgetni így? Veled el lehet így beszélgetni? Persze. Akkor szeretném mutatni neked egy zsenét, nem baj? Oké, okay, ez a Jane, kedvenc Jenny, megmutatom neked. Add alá hangot, és... Dicsep, takulé, húszod, hát. Csúszá, szacsalina, múlta. Szúszá, szacsalina, szúszá. Itt most ki. Figyelni, most jön a... Go! Takilaka! Hoppá! Tiri mukulé! Te ismered ezted? Ismered ezted? De cseretted, jó volt ez a zsene? Nagyon. Akkor figyelj, akkor megyünk hozzá, mit csinál, hogyha mondjuk nem szeretném megnézni neked a ballandodat, mondjuk elmennénk ketten mondjuk ételembe beülnénk a új kocsimba, ami vettem, egy X6-os BMW, most vettem, nem olyan lé. Mondjuk elmenünk? Ígélem nem fogod megbánni, én az egész jövődet bealapocsatom, nekem van hágyam Magyarország, nekem van gyálom, nekem csőnyeggyálom van, csak akarsz dolgozni, simán beraklak a csőnyeggyálomba, oké? Okay? Rendben van, de először gyere el hozzám, beszélgetünk, és majd... De akkor honnan tudjam, hogy nem fogsz lámmászni? Egy csapsz. Honnan tudjam, hogy nem fogsz megelőszakolni? Miért előszakolom el, miért mászik rá? Nem kérek. Hát figyelj, Léci Becs, én nem tudom, milyen nő vagy. De hogyha látom, hogy közeledsz felém, mondjuk ilyen szexi csicsáson, hogy rrrr, Ahmed, bedd le a mellkacsodról a póló. Akkor én meg foglak ütni. Tényleg? Nem viccelek? A pelecséggel már ugyanez, po. Megmondtam neki, mert nagyon jó képű vagyok. Tényleg? Esküszöm, meglát, és már kezdesz lecsúszni majd a csékről. De nem baj. A pelecséggel ugyanez volt. Bemegyünk a csobába, találkoztunk. Csak elkezd nekem így magát így izélni, fogdocsni a melleit. De mondom, Léci Becs, azt beszéltünk meg, hogy csak pilmezünk, nem? Telibancs. Elkezdi nekem mondani, Léci Ahmed, ne sinál, gyere vakard, mert nekem úgyis porol ki nekem hálómat. Mondtam, mi a pasról beszélsz, neked nincsen, nem szoktál takalítani? Azt mondja, nem úgy te kis buta, hanem ott lenne a lábam csöszött... De most te viccelsz, hogy most neked mi bajod van, amúgy? Egy igazi történet volt. Mondd Léci Becs nekem, hogy grrrr, mert most már nagyon bevadított a hangod, ahogy a dzselebi sizé vidány. Főleg, ahogy most így biháncsolsz nekem. Nem csak ott a bimbom becseménykedni. Van Facebookod, elküldöm! Nem kell köszni. Hogyha unatkozol, ha unatkozol, légy jössz! Beszélgetni, vagy valami, eljössz, beszélgetünk, stb. És füzet nem kell, élte vagy mi? Füzet, persze. Azért, hogyha beszélgettem vele, neked kéne püzet, mert én egy arab sej vagyok. Miről becsész, kicsi bazsar, csak áll, megyem a csibecskét, csopjam ki a csöcsöret, hogyha még egyszer rám. A kulba anyád, bazsar. Tönne! Nem vagyok be, vagy nem. Ah, mert vagyok. Nem vagyok be, ámom. De azért meg kell küldeni rám a gyilkott koblámmal. Előbb becsem, az a nyomban neked meg kell fújtópogácsba kell megfogni, hogy leállítsad. Nagyon vad, vigyázzál. Hehe, csak viccelek kicsi bogálkám. Ez igen. A Csóban mikor tudnánk találkozni, ha? Belement a csőre a számba? Nincs alulnál. Tehát
Mikor tudnánk találkozni, bébi? Mikor szeretnél velem találkozni, bébi? Azt mondani nekem, bébi. Úristen, oké. Oké, ez már jól indul. Ennyire cseletsz engem? Oké, én itt cseletlek engem. Na, Csaba, azt szeretném mondani, hogy ma este mennyi az idő most, Pépi? Lenni most 8 óra, amint se... Hé, 9 órára találkozunk a McDonald's előtt, oké? Okay? Mit csak? Okay. A McDonald's előtt is mit teszel nekem? Mockingot vegyél fel, mert én estében megyek, jó? Gyeltek mind a ketten, bazd meg, kicsapkodom. Megfogom a Jedi csöcsöt, becsapkodom, mind a kettőnek lecsapom a csöcsei, bazd meg. Nem egy olyan pivagy, van kettem már életet a kinál. Nem, megmondom őcsintén, csűsz vagyok. Hát ezt hallom is a hangodom, milyen szerencsétlen vagy. Mert amikor alabolcában voltam, nekem volt egy 15 éves kis balátnőm, de nem tudtam neki beladni, ma nem találtam, mert nem tudtam, hogy csoba kell beladni, mert volt ott csét lyukas, tudom, de nem tudtam, melyik a csikaszi, melyikbe. Azt mondta, hogy amelyikbe jön ki a pici, mondom, kulla a kulba anyádból tudjam, hogy melyikbe jön ki a pici, bazd meg, amikor nekem macsomba. 15 év alatt nem tudtad megbaszni, hogy tényleg ennyire szeretném. Hát arra gondoltam, hogy oda megyek, és majd te megfogod a Jennyimét, aztán majd te tudod oda pici oda vele, mert megmondom őcsintén is, te milyen pornofilmeket, ahol oda belik a tolkukhoz. Így oda. Neked meg tudnád csinálni ezt, te pici? És mi van akkor, hogy a köldökömbe teszem? Nem tudom, én azt is élvezném, mert lyuk-lyuk, nem? De milyen nemzetiségű vagy? Arabból, alap vagyok. Arabból? Igen. Arab, jó? Arab vagyok. Köszönöm szépen. Úgyhanem a nyolc kerület, Bella? A harmadikban lakom. Harmadikban? Igen. De akkor te nem vagy gépészmérnök, nem? Tetszik? Nem vagy gépészmérnök. Nem, de viszont van egy gyárom idekint. Magyarországon igazából. Nekem Angliában is van egy, mert apukámnak van egy csönnek gyára. Nekem meg itt Magyarországon van egy kicsebb kebab boltom, csak a magyaron nagyon szereti, passz meg. De várjál már, ha meg találkozunk a mamutnak, írott fotóval? Hát én nem a igyémből jövök, most az én shoppomból jövök. De viszont beugolhat. Bemehetünk, hogy csak gondolsz. Jó, gondolsz, mert éhes lenni, posztó. Éhes lenni? Viszont nekem van másik kebabom is, amit szeretnél szerintem. Hát ez pont, hogy csak kolbász. Jó, füstölt, lángolt? Hát eléggé megvan füstő. Picsit fekete, ne lepődj meg, nagyon megvan. Pici fekete, feketém. A száraz kolbász, tudod, hogy nem szeretjük. Nyugi, ez nem lesz csáros, hogyha benyálasod. Jó, van, örülünk neked nagyon, hogy megismerhettünk téged így a vizes bébé előtt. Tetszik? Mondom, örülünk neked, hogy megismerkedtünk. De akkor figyelj, légy szíves, ugye engem te nem becsel most légy szíves, tudod, hogy most te higgyel nekem, hogy én igazából nem Magyarországon lakom, tudod, én csak mindig csak becsak... Hát igen, bejöttél az országunkba. Nem vagyok immigráns, én már itt lakom, tudod, nem adom milyen jó becsélem magyar. Itt vagyok 8 évben, és minden egyes hónap magyar szoktam járni a pidzsetésé. Csóval, elége jó kellett, csak megmondom őcsintén. Oda. Hát figyelj, te csak a Jane Csabánba jöhetsz, mit csolsz hozzá? Mi? Mondom, figyelj, légy szíves, hogyha egy randi leljés velem, olyan fényűző életed lesz. Jó, ja. Apukámnak egy gyára van, testvéremnek is egy gyára, mindenkinek van egy gyára a családban. Csóval mi nem vagyunk nagyon szegények. Nem, igazából négyen vagyunk fibélek. Mindenkinek van egy-egy gyár, a tecspiremnek KB, Márciknak, Zsegyiknek KB gyár, Márciknak, nem is tudom milyen, nem is tudom, te, nem tudom milyen pajta, de ilyen húcsüzem is van nekünk, szóval figyelj, hogy csak akar... Vicces teát az árultok? Tetség? Vicces teát árultok? Mi nem állunk teát, mi nem csak csábét árulunk, csábét csinálunk. De figyelj, légy szíve, csinálom, ha beszéljünk komolyan, te szeretnél engem megismerni közeleplő? Figyelj! Oké, és figyelj, légy szíves, egy Nissan GT, ismered a Nissan GT-et? De azért hívják, hogy magánkutya, hogy neked mit van... Ne, csitú legyen, baby. Tudod, ismered a kocsit, vagy nem? Lel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 
Csöcsöde. Na. Gyere, mutasd meg, milyen
gyerek vagy, gyere. Pazd meg, légy szíves, figyelj, légy szíves. Ismered, mondom, a Nissan GT-ját, vagy nem? Én ismerjük, mert érlekünk van a 4-es, 6-os. Most te nem becsek komolyan? Nézd meg, pasz meg! Nyilván, tudjuk, hogy a Blendnek van, de nem kell utánozni. A Blendon ki utánodja, az a börtönt. Én nem ismerem a Blend... A ficsáó. Ki most mondtad? Mégis most mondtad, hogy börtönt lesz elég. Egyszer láttam a live-ját neki. Vagy egy időt kívülről mindent. Tetszé? Úgy ugat, mint egy vérbeli kutya. Hogy is ugatok? Miért hallott engem ugatni? Hát most is azt csinálod. Hát én nem ugatok, bazd meg. De te csopsz, az biztos. Igen, és mi az, hogy bazd meg? Hát bazd meg, te te szeret csinálni. Azt se tudod, mi az, hogy biztos. Hát gyere, basszál meg engem, mert te edzsél meg! Gyere, megbasszak. Gyere, basszál meg, edzsél meg! Hogy beszélsz velem? Ahogy akarok. Te hogy beszélsz velem? Mondom, mert én nagyon megszopkodom a bimbo. Jaj, de nagy ember vagy. Na, bele akarom, mert a nyalókám lecsön belbimbót. A kábémat fogom bele igyeszíteni. Igen. Igen. Nagyon kemény vagyok, és nem csak az kemény, öcsém. Kemény. De amúgy, te nem is fogyatékkal rendelkezel? Nem, de viszont te iskolában Dankóriában jártál, azt tudom. Hát akkor nagyon rosszul tudod, kérdésem. Lehet, talán mindenki magából indul. Indulki? A milyen becséd ez, paszki? Hát ezt én tudom, hogy nem úgy mondják, hogy indulki, hanem imbuluki, paszki. Hogyan mondod? Nem tudom, mindegy. Hát nem tudom, ki tanított téged beszélni. Miért? De kezdheted újra az órákat venni. Hát de legalább próbálkozó! Nekem próbálkozó, miről beszélsz te? Pasz meg. Még tanyán tanítottak téged beszélni. Hát amelyiken téged így, ott így a nagyapád kivitt téged így tehéncsalt lapátolni. Allah, az. Nőjön ki a melkacsodon a szörleggel, kolább, baszd meg. Nőjön ki a homlokodon. Nőjön ki, baszd meg, a halogat dzsukján, és soha ne tud lebágni, csak göllelollóval, baszd meg. Igen, kiverem a szemedet euróval, de... Ha kiverem a csemed mindjárt, baszd meg, előbb becsem, kiber innen neked a csemgolyódat, a dzsénizim, kolbácsom, baszd meg. Rosszabb, mint a... Oda megyek, haj, nem mit csinál, bazd, mert oda megyek, kicsi kiharapom a csemődököt. Hogy beszélsz? Kés, megfogatom a szívedbe, nem hiszed el? Én még megfogatom a kicsujjamat a balogatdukjába, bazd meg. Már még kezed sincs. Mi az, hogy te mindegyik újjamon ti gyűrű van? Ne rohadt, mert bejöttél az országunkba. Úgyis el fogjuk foglalni Magyarországot. Arab, Arabia, Arab, Arab, Arabia. Mi van, bazd meg? Te mit tudtok mondani? He? El is fogom foglalni, öcsém! És a ti lányokkal tudod, mit fogok csinálni a ti ilyen lányotokkal? Csitul legyen, csitul legyen! Hello, hello! Tudjuk a tiszteletet! Hey! Csitul! Ratata! Ti lányok, meg fogom jegyezni a telefonszámodat, és tudom, mit fog vele csinálni. Mikor elfoglaljuk az országot, láncon foglak vezetni, telesen az oroszlánom, bazd meg. Úgy fogom mondani, hey, gyitte! Hey, támadj, jó kutya, leül! Ezt fogom vele csinálni, elbislek Dubaj olcába. Elbislek Dubajba! Nem az oroszlánnak. Nagyobb a melled, mint a kezeid. Végül is az jó neked, bazd meg. Jó a seggel, bazd meg, és akkor mi van, jó a seggel, bazd meg, felizgultam, és baj? Nem az a baj, hanem az, hogy nem tudsz viselkedni. Mennyi haza az országodba, mondják. Nem megyek, miért küldesz engem haza? Nekem itt jó? De mi akarod elfoglalni az országunkat? Mert finom a legválós üti baszki, amit az öreg Ilonka néni csinál. Én cseretem Magyarországot, mert a Zsilonka nének olyan pitét csinál, bazd meg, hogy beszalsz. Majd viszel neked, esküszöm, nagyon szeretlek téged. Bocsánat, oké, bocsánatot térlek tőletek, nagyon sajnálom, nagyon cseretlek titeket. Ez jó, tehát nem a ti érdeké, menj Arábiába szemben, kegyi jó. Te meg edd meg a csicsim! Te meg szop ki a gecsit. Te, nem, te csopod nekem. Csak szeretnéd, nincs neked annyi pénzed, hogy te meg. Tecsó, gyáraim vannak, tecsó, gyáraim, nekem cigányok tanította beszélni. Így tecsó, gyere tecsó, mutasd meg, kocskát basszázni.
Gyere! Na nézd észé meg a lájárása, csipőjének a lingása. Tudom én nincs... Zsalanél nem adnám! Be belakjam ezt a zsenét neked? Na várj akkor, de nagyon szeretlek téged, jobban szeretlek, mint a másik balátnődet, azt nem cseletem, nem baj? Ez már az én országom is! Nem a te országod legfeljebb, csak itt próbált érvényes. Ez az én országom is? Légy szíves, ne csináljátok már velem, ott legyen a zeném is. Ne csináljátok már ezt velem, gyerekek. Na várjál, mindjárt berakom a zenét. Amúgy tudtok valami jó zenét mi? A dögös Robi. A George, nem? Az egyik mondja, hogy gyere Gábor, gyere! Gyere Gábor, gyere! Azt szereted? Én szeretem azt, a jók, segény, nem vagyok segény, nekem van gyárom, basz meg. Szegénynek születtem, te is énekeljél. Miért nem én? Az előbb nyomadtad, öcsém, rosszabb voltál, mint kicsi grópó. Várjál, van még egy barátnőm, ő nagyon tud énekelni. Na, add el neki a telefont, majd én megcsapkodom neki a csöcseit, meg a hangcsáját. Na? Csia, léci becsák, mert vagyok. Hallottam, hogy te szeretsz énekelni. Jézus Isten, kivár már egyszer a Jóisten megvár minket. Én szeretlek tégedet nagyon. Tégedet, szép magyar beszéd az embódát, és a második osztály, nem tégedet, hanem tégedet. Hát te hiába ajátod ki a Josztályt, úgy térden, miért térden csönyörögsz egy 20 000 forintért? Hát cségyed össze magad, és engem nincs elő, nekem vannak gyáraim legalább. Milyen gyára? Te, a tecspéremnek van csőnyeggyára, meg kábégyára, mi a passz beszélsz velem így? Na várj, ezt hallgass meg picit, létsibecs, ezt hallgass, ezt ismered ezt a zenét? Figyelj, ezt szoktam énekelni a Jaginak. Ez Bódi Malgó, ismered a Bódi Malgó? Chitu Legend Baby, csak élvezd a zenét. Élvezd a zenét, Chitu Legend Baby! Hallgass ezt a zenét! Picsi, kénytem a szemembe! Hogy legyen szöles az orjuk a bász meg, és a kis grópó mászol rajta pöl reggel kolán. Hogy beszélsz velem, bász meg? Te figyelj, menj már el egy logopédushoz, mert artikulálni nem. Artibula kalámi, azt tudod mit mondani, bász meg? Artikulálni te, hülye. Ja, tehát jobban tudsz ám artipulkálni, bász ki, nem? Én jobban tudok artipulkálni. És a körülj neki, bász meg, én itt... Hát miért? Hogy te nem bacs, basz meg E.T. E.T. hagyott el, ki bacs te basz meg? Megcsopkodom a csöcseidejét, basz meg. De én E.T. vagyok. Akkor akkor figyelj, béküljünk ki, mit csalsz hozzá. Oda megy, hogy megcsopkodom neked a picit a bimbo. Mit csalsz hozzá? Béküljünk ki, én is szeretlek, na. Na, cserem, mert bocsánat, hogy kélek, na. Ja, jó van, na. De hát a múltkor beszéltünk már, tudod, emlékszel? Tényleg? Akkor is így felidegítetted magadat, aha. Jó, pasz, meg nem emlékszem. Azt is tudni nekem cigányzenét. Na, mondtad, hogy te nem vagy cigány, de sok cigány barátod van. Ott a Diószegi Sámújában, tudod, beszéltünk róla. Ma? Mondom én, hogy ismerlek. Nem ismersz. Én emlékszem rá. Látod, te milyen hülye vagy, hogy nem emlékszel rá? Üldözgetted nekem a cigányzenét, amit ott a kocsmában mutattak neked, hiszen nem normális. De. Valaki bőrcseke besz. Én veszekedtem veled akkor is. Jó van, bocsánat. Olyan egy jó házasságban, meg kétetet összevetünk. Jó van, na, most nem szabad egy vízni. Ja, nem szabad. De figyelj már, egyébként mit hiszte egyébként? Ilyen jó flash kapsz tőle. Mire becsész? Milyen kábítószer fogyasztasz? Csemmiet! Csemmiet? Nem. De olyan vagy, mint egy igazi kábítószeres. Van Facebookod? Oké, jelölj be Engemet! Hogy hívnak? Nem, van. Nem, ez csak egy szórakozás, nem igaz? Ahogy nem vagyok Ákmed. Na mindegy, leteszem a telefont a viszontlátásra. Amúgy, amúgy live-ban voltatok, szóval előre szólok. Jól van. 500-an néztek titeket. Hol van a kollégák? Mi is a
örülünk neki. Mi szeretünk live-ba lenni. Akarjátok nézni? Igen, szeretnénk. Oké, okay, írjátok be, hogy... De jó, de ne jelentsétek a videómat. Nem jelentjük. Jó, van egy kis, nem beszéltem veletek olyan, hogy ugye megadtam a tiszteletet, stb. Írd be, hogy elmondjam? Tényleg akkor elmondjam? Na, légy szíves. Oké, okay, Gábor, Bogdán, írjátok be. Kicsoda a Gábor? Bogdán. Pampet. Bogdán! De azt hittem, te vagy a Pampet Gabó. Dehogy is. Na jó van, lerakom, na, megyek, mert mást is kell hívnom. Na, tedd le, jó van. Szevasztok. Szevasz, Gábor. Szevasz, tegyem a szívet. Nem vettem észre, hogy ugyan azt hívtam, szóval tök mindegy. Ezt nagyon túlfabolt, passz meg. Na, szevasztok.